Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Országos Horgászszövetség az őszi haltelepítések és a karácsonyi étkezési célú hal biztosítása a termelőjárak csökkenése tükrében címmel bemutató halászattal egybekötött sajtótájékoztatót tartott Réti Majorban, az Aranypont ZRT székhelyén. A vendéglátó Lévai Ferenc köszöntő gondolataiban megerősítette, fontos, hogy a szakmaközi szervezetek közös stratégia mentén tegyenek a halfogyasztás népszerűsítéséért. Nagyon örülök annak, hogy olyan stratégiai partnerünk van, mint a Magyar Országos Horgászszövetség, akivel immáról lassan 10 éve van olyan kapcsolatuk, amit el se tudtam volna képzelni mondjuk 1980-ban. Egymással vagyunk utalva, és egymással együtt dolgozunk olyan célokért, amelyek közösek: a vizek hasznosítása, a természet védelme, a horgászturizmus és ezen belül a halászati kiszolgálás erősítése, és olyan partnerekkel dolgozunk, mint a Magyar Agrárkamara, hogy amikor éppen asszály van, és nem érjük azt el, hogy vízdíjmentesek legyünk, akkor a kamarához kell fordulnunk, és a kamara eljárja az érdekünkbe, és mondhatnánk számos olyan dolgot, láss mondjuk a tavaly előtti áfaeltörlése, ami nagyon nagy segítség volt annak idején a halászatnak és a hal értékesítésnek. Szintén a kamara volt az, aki többek között mellénk állt és segített a közös dolgainkat. És én csak ennyit szeretem mondani a sajtónak és kedves mindenkinek, hogy az volt a legfontosabb nekünk, hogy itt vagytok és tudósítotok mindarról, ami nekünk fontos, hogy halra magyar, mert már talpon vagyunk, most halra. Németh István a MAHAL elnöke tájékoztatójában kiemelte, hogy az ágazat az elmúlt időszak nehézségei után újra sikeresen termel, köszönhetően a csökkenő takarmány és üzemanyagáraknak, illetve a vízpótlás biztosításának. Nekünk ennek a kis ágazatnak a karácsony a legfrekventáltabb értékesítési időszakunk. Örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy egy viszonylagosan jó évnek vagyunk utána. A természet kegyeltjeként az idén bőséges volt a csapadékellátás, és a tavalyi aszály után fellélegezhettünk mi termelők és a halak is. A tavaly évben az aszály mellett sújtott bennünket a rettenetesen magas takarmányár, ami a ukrán-orosz háború miatt kialakult. Ez az idei évre mérséklődött. A takarmánypiacon bekövetkezett árváltozások segítették az összes állattenyésztési ágazatot, így a halászatot is. És a bőséges téli csapadék, illetve az évközben hullott csapadék nagy életteret biztosított a halak növekedéséhez, és egy viszonylagosan jó termelési évet zárhatunk, ami az árakban is megnyilvánul, és talán az a legfontosabb, hogy a MOHOSZ a MAHAL-lal már egy tavalynál alacsonyabb árban egyezett meg az idén. Ez egy példamutató együttműködés. Nagyba támogatjuk az árainkkal a horgászmozgalmat, ők pedig azzal, hogy nálunk vásárolják meg a kihelyezendő halakat. Őszintén el kell mondanom, hogy a legnagyobb vevőink Magyarországon a horgászok. Miután külföldi halat természetes vizekbe, illetve horgászvizekbe helyezni azt nem szabad, így a hazai kerül előtérbe, és a fajokat diverzifikáljuk, már nem csak pontyot helyezünk a horgásztavakba, hanem keszekféléket, ragadozókat is, ahogy korábban megegyeztünk az Országos Horgászszövetséggel, hogy a ökológiai szempontokat is vegyük figyelembe a telepítéseknél, és próbáljunk egy olyan őshonos állapothoz hasonló telepítési szerkezetet kidolgozni, ami ma már nem csak a pontról szól. Ami a vásárlóknak jó hír lehet az idejében, hogy mi a halászati ágazat reményeim szerint a kereskedelemmel együtt megállítjuk az inflációt, mi a tavalyi árakon hozzuk forgalomba halat, vagy elképzelhető, hogy még némileg olcsóbban. A tóparti árak azok mintegy 10-12%-kal mérséklődtek, azonban a logisztikai költségek, magyarul a halnak a feljuttatása az áruházakba, hal értékesítő csarnokokba az nem csökkent, hiszen a gázolaj az magasabb áron kerül forgalomba, mint egy évvel ilyenkor. És el kell mondanom, hogy nagyon drága a munkaerő. Ez részint jó, hiszen aki munkavállaló, az többet keres, azonban az ágazatot nagyon nehéz helyzetbe hozta az, hogy nagyon nehéz a halászat kézi munkaerejét biztosítani fizikai dolgozókkal, ezért magasak a munkabérek, ami az ágazat jövedelemtermelő képességét alapvetően nem segíti. Alacsony az ágazat jövedelemtermelő képessége továbbra is, különösen annak tükrébe, hogy 20% körüli infláció van, és ezt a 20%-ot messze nem éri el a halászati ágazaton elérhető jövedelmezőség.
Ezzel együtt is pozitív évet zárunk, és én azt gondolom, hogy nagyon komoly segítsége az ágazatnak, amit a magyar kormánytól és az Európai Uniótól kapunk a tavalyi évre krízis támogatást. Ez hektáronként 101 ezer forinttal segíti a termelőket a tavalyi magas takarmányárak kompenzációjára, és talán hallgatólagosan egy kicsit a tavalyi aszályból való, kátyúból való kikeveredésre. Ez egy óriási dolog, ez biztosítja a bővített újratermelést, ebből a pénzből azért tudunk kisebb beruházásokat finanszírozni, illetve várjuk a Magyar Halászati Operatív Program Plusz forrásainak a megnyitását, ami folyamatban van. Ezekből a pénzekből pedig tudjuk rekonstruálni a tavainkat, új gépeket tudunk beszerezni, esetleg aki nagy vállalkozói kedven rendelkezik, az új halastavat is tud építeni. A támogatási intenzitás az eddigi 50%-ról 60%-ra emelkedik. És végezetül néhány szót még a ágazati nehézségekről és a munkaerőn kívül szóljak. Óriási ökológiai károkat okoznak nekünk a védett állatok, elsősorban a kormorán, de ide sorolhatnám a vidrát, a rétisast, és ezek okozott károkat, ezt természetesen a haltermelőknek maguknak kell lenyelni, kompenzálni. Reményeink szerint a Magyar Halászati Operatív Program Pluszból lesz némi kompenzációs támogatás. Tervezetek szerint ez körülbelül 50%-a a szántóföldi növénytermesztők által kapott támogatásnak, azonban ennek is örülünk, mert eddig ilyen se volt. Hát abba kérünk segítséget mindenképpen, hogy ezeket az ökológiai károkat valamilyen szinten kompenzálják, hiszen kisebb gazdaságok ebbe belerokkanhatnak, olyan sokba kerül a védett madarak távoltartása, illetve a szupervédett emlősök, mint a vidra kártételének az eltűrése tulajdonképpen. Györfi Balázs, az Agrárkamara elnöke örömének adott hangot, hogy a szakmaközi szervezetek együttműködése lehetőséget biztosít a további fejlődésre. Nagyon öröm számomra, hogy egy kis kihagyás után ismét van lehetőségünk összeülni és kicsit beszélgetni az ágazat dolgairól. Én nagyon örülök neki, hogy egy együttműködésnek a résztvevőjeként ülhetek itt az asztal mellett, hisz azt gondolom, hogy a közös erőfeszítések az elmúlt esztendőkben valóban, ahogy arról Lévai úr is beszélt, hoztak eredményt, és azt gondolom, hogy arra kell, hogy ösztökéljenek bennünket, hogy további közös munkában gondolkodjunk. Ugye a karácsonyi időszak az egy kiemelt időszak, hogyha a halfogyasztást nézzük, ami egyrésztről jó, hogy van, másik oldalról meg kár, hogy nincs még 11 ilyen hónapunk, hisz valamilyen oknál fogva a magyar ember decemberen kívül jelentős mértékben elfelejti a halat. Ezt a számok nyelvére lefordítjuk, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon nem éri el a 7 kg-ot az egy fő által elfogyasztott átlagos halmennyiség, és ezt ráadásul már néhány év folyamatos emelkedés után értük el. Ezt viszont, ha összevetjük az Európai Uniós 23 kg-os átlaggal, akkor azért látjuk, hogy hát fogalmazzunk így, van érdemi fejlődési lehetőség előttünk. Ezt sokféleképpen lehet elérni. Egyrészt a fogyasztókat kell valahogy másféleképpen megszólítani, mint eddig tettük, és azt gondolom, hogy itt nagy jelentősége van annak, hogy a konyhakész termékek, a feldolgozott termékek irányába kell ellépni. Fontos, hogy a fogyasztó igényeket ilyen formában is ki tudjuk elégíteni, de értelemszerűen ez beruházással jár, ez kockázatvállalással jár, ez a jövőbe vetett bizalom kérdése is, úgyhogy ebben is erősíteni kell egyébként az ágazat szereplőit, hogy érdemes ezeket a beruházásokat megtenni, hisz az a hal, amit Magyarországon előállítanak, az nem véletlenül keresett külföldön is, hisz egészen rendkívül jó minőségű, kellemes ízvilágú fehérje forrás, így aztán érdemes lenne talán a magyar embereknek is többször keresniük a halat, amikor ebédben vagy vacsorában gondolkodnak. Az ágazat előtt hadd fogalmazzak így le a kalappal, hisz az elmúlt néhány év az sok kihívást tartogatott. Ugye a koronavírus járvány az különbözőkféle mértékben érintette az egyes ágazatokat az agráriumon belül. Hát a halágazat az tipikusan az érintette ágazatok közé tartozik, hisz a
halfogyasztásnak egy jelentős része az éttermi körülmények között zajlik, és az éttermek bezárásával, fogalmazunk így, a horeca szektor leállásával nagyon súlyos megrendelési állomány került visszamondásra, így aztán értékesítési nehézségek léptek fel, és itt hadd üdvözöljem azt a kapcsolatot, ami a MOHOS-szal megvan, hisz ott egy egészen kézenfekvő jó megoldásként kínálkozott az, hogy a természetes vizekbe próbáljuk meg elhelyezni azokat a halakat, amelyek nem halászlében végezték rövid távon, hanem talán majd egy később időpontban kerülnek oda. De értelemszerűen az energiaár robbanás, a különböző halbetegségek mind-mind éreztetik a hatásukat, ahogy egyébként a munkaerőnek a rendelkezésre állása, illetve annak az ára is. Ahogy említettem, a természetes vizekben elhelyezett magyar halállomány óriási jelentőséggel bír az ágazat szempontjából, hisz mindegy 135 ezer hektár olyan tó van, ami a MOHOS valamilyen szintű kezelésében van, és szolgálja annak a sok százezer horgásznak a szórakozását, akik egyébként egy komoly keresletet is támasztanak. A MAHAL-al való együttműködésünk, mondhatjuk most már azt, hogy évtizedes múltra tekint vissza, hisz a MAHAL egyike volt azon szervezeteknek, amelyek a 2013-as újjáalakuló kamarai választásokon megmérettették magukat, és egyike volt azon szervezeteknek, egyike volt, akikkel szerződést kötöttünk, stratégiai megállapodást kötöttünk a közös munka elvégzése érdekében, mert pedig munka az bőven akad, és itt a versenyképesség szót hadd húzzam alá, hisz a következő időszakban ahhoz, hogy a fogyasztókhoz a hal mint táplálék eljusson, fontos, hogy azt jó árérték arányban tudjuk kínálni, és ezért a fejlesztésekre, a versenyképességre, annak a folyamatos javítására nagy szükség van. Utolsó gondolatként áll annyit, hogy halra magyar, én is hadd ismételjem házigazdánknak a mondani valóját, hisz valóban most egy olyan időszak jön, ami halfogyasztás szempontjából frekventált, keressék a hazait, és annyit hadd fűzek hozzá, és januárban se felejtsék aztán. Szűcs Lajos, a MOHOS elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a kezelésükbe tartozó horgászati célú vízterületek rendszere folyamatosan erősíti a haltermelést is. Szerintem a jó hírek azok mindenképpen fontosak ebből a szempontból, nem csak a karácsony közelettével, hanem egyébként az év lezárásával is kapcsolatban, ahogy elnök úr is Feri is elmondta, valóban kötöttünk egy halár megállapodást az őszi halárakkal kapcsolatban a MAHAL-lal, aminek az a lényege, hogy nálunk is megvalósul az inflációnak a letörése, hiszen jelentős mértékű, majdnem 10%-os ár kedvezményt sikerült elérni. De ezek a tárgyalások nem könnyűek, amikor ott szemben ülünk egymással kivont ceruzákkal, és mindenki fölirogatja, hogy ő milyen árat szeretne, és utána, mint a tőzsdén elkezdünk beszélgetni, hogy hogy kellene mégiscsak szállítás, hány kilométer, a halak súlya mekkora legyen. A lényeg az, hogy sikerült megállapodni, és ennek alapján nem csak a tavainkba kerülő, hanem az asztalra kerülő halak ára is az idén csökkenhet. A másik fontos mondat az, hogy a jövő évben a Magyarországos Horgászszövetség nem emeli a területi jegyárakat, illetve az engedélyek árát. Ezzel is azt próbáljuk mutatni, hogy igenis szükség van arra, hogy egy nagyon komoly harcot vívjunk a bennünket szorító inflációval szemben. Mindenki elmondta, hogy egy kicsivel könnyebb évet zártunk a száj és gabona és energiaárak vonatkozásában, azért még nem vagyunk a végén ennek a történetnek. Szeretném idehozni a Velencei tó példáját, ahol azért még a vízállással elég komoly gondok vannak, és ez nem csak bennünket, hanem a környéket is elég komolyan érinti. Én azt remélem, hogy egy pár éven belül valódi megoldást tudunk hozni abban, hogy a Velencei
tó vízszintje az normalizálódjon. Innen is szeretném megköszönni az agrárminiszternek azt a segítséget, amivel néhány napon belül mintegy 50 millió forint értékben egy extra halasítást tudunk megvalósítani a Velencei tóba. Akármennyire is kevés a víz, azért a halasítást ott is meg kell tenni. Szeretném megköszönni a MAHAL-nak, ennek az átadásnak köszönhetően a tavalyi 110 millió forinthoz képest 220 millió forintot sikerült arra költenünk, hogy halár támogatásban részesítjük a tagszervezeteinket. Több mint 100 olyan tagszervezet volt, aki pályázott a hal telepítésre, és ezeket az összegeket arra tudtuk fordítani, hogy hozzá tettünk az ő hal telepítéseikhez. Nagyon komoly, több ezer tonna halat vásárolunk a MOHOSZ-on keresztül a MAHAL tagszervezeteitől, és azt gondolom, hogy ezzel is az ő munkájukat is segítjük, meg természetesen a természetes vizek népesítését is, hiszen egy az állammal kötött megállapodásunk alapján 37 közfeladatot látunk el, amiben a legfontosabb, amit Németh István elnök úr is elmondott, hogy teljesen új szeleket próbálunk meg a vizeken is megvalósítani. Nem csak pontyot telepítünk, hanem megpróbáljuk az őshonos halfajokat is. Ez is egy komoly és nehéz tárgyalás eredménye volt, hiszen aki pontosan tudja, hogy pontyot termelni vagy keszeget termelni, az nem ugyanolyan áron lehetséges, és annak a minden nyűgét, ha fölvállalja a MAHAL, akkor azt én innen is csak köszönni tudom. Másként nem lehet, Herman Otto óta pontosan tudjuk, hogy a természetes vizek saját önfenntartó képessége az olyan mértékben csökkent le, hogy nekünk embereknek muszáj beavatkozni, és ha ezt közösen és ellenőrzött körülmények között tesszük, akkor azt hiszem, hogy jó esélyünk van arra, hogy ezt megtegyük. Valóban emelkedik és emelkedőben van a halfogyasztás. Én azt gondolom, hogy látenciájában több is ez, mint az a 6,5 kg, mert aki horgászik, az azért lényegesen több halat fogyaszt. Én is, ha személyes példát tudok mondani, nem mindig az a jó karácsonyi ajándék, amikor valami olyan dolgot adunk, amire a másiknak nincs szüksége. Én nekem is van egy pár olyan barátom, aki valószínűleg a fizetéséből bármilyen ajándékot meg tud venni, de ha én főzök neki karácsonyra egy hallét, és azt elfogadja tőlem, akkor ezzel ilyen módon még segítjük is a halfogyasztást. Tehát tavaly évben olyan 50-60 adagnyi hallét készítettem, és ajándékoztam el karácsonykor. Én is azt hiszem, hogy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy minden héten legalább egy nap együnk halat, ez a halpéntek. A következő években ezt még mindenképpen folytatni kell, hiszen nem tudunk versenyezni mondjuk a csirke mellel és a csirkecombbal, hiszen egy hónap alatt elkészülő ételről van szó, a halnak meg legalább 2-3 év kell ahhoz, hogy a vízben a végén meglátva kivegyük és megtaláljuk, és utána elkészítsük, és természetesen utána még van a gond, hogy van benne szálka, vagy nincs benne szálka. Példamutatással és nagyon sok segítséggel kell lenni a konyhakész termékek piacán is a halakkal kapcsolatban, hogy ez a halfogyasztási szám, ez a 6,5 kg, az mindenképpen emelkedjen. Én is szeretném azzal befejezni, hogy természetesen az ágazatnak nagyon sok segítségre van szüksége, hiszen az idegenhonos fajok és a bennünket megtámadó téli kormorán vidra, és én még hozzátenném a hód kártevéseket, azokra nagyon komoly válaszokat kell adnunk a következő időszakban, és remélem, hogyha így lesz, akkor itt az advent első vasárnapjához közeledve nem csak karácsonykor, hanem egész évben sikeresek lehetünk. Én ehhez a munkához kívánok sok sikert és jó egészséget nektek. Jó hír, hogy a karácsonyi halak ára a tavalyihoz mérten alacsonyabb lesz, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is széles kínálatból választhatnak a vásárlók.